Kicsit közelebb kell, hát nem is kell közelebb menni. Nem kell közelebb menni, dámszarvasok vannak ott. Van-e a dámszarvas hívó, menjünk 200 méter környékére, ott vannak benne az erdőbe szembe. Az egy másik kérdés, hogy vannak közt. 280-ra vannak. Igen, hát mind fiatal egyes. Rád bízom, de a skillezés szempontjából egyet el kéne ejtened, amit hívsz. Az a lényeg, hogy láttad őket te is, tehát hogy 200 méter környékén már elkezdheted hívni. Nem olyan meredek szerintem, nem is baj. Meg alulról fölfele jobb lőni, mint föntről lefele. Az a helyzet, hogy csak fiatalokat látok. Van érett nőstény. Ugye a fiatalok lehet meg sem mozdulnak egyébként a hívóra. Érett nőstény. Én is látom. Vagy hívnod kéne egy nőstényt, vagy alacsony kondíciót, és meglátjuk, hogy jön-e valami... Van egy kétcsillagos érett hím. Jobbra fönt. Aha, hát... Ott, aha, látom. Pont a fatnak a törzset akarta, látom. Ott van egy négy csillagos érett is. Azt a betyár. Figyelj! Ha kell neked a négy csillagos, akkor azt kihívod magadnak, és kilövöd. Ki fog jönni? Itt fölösleges megvárni, hogy ötös vagy nem ötös, mert itt ugye itt nem sejtezünk multiba. Tehát itt vagy lesz egy négyes bikád, vagy nem lesz négyes bikád. Ha akarsz négyes bikád? Hogyne, 220 méter tír, 222. Közelebb megyünk. Az a lényeg, te hívd, mert akkor két egyet tesz csapásra. Egyek közelebb vagy a hívószkillezéshez, és lesz egy négyes bikád. Magaskor... Jaj, bocs, az egy baj van. Igen. Ebből a szempontból egy baj van. Magas kondíció. Így van, és te nem tudsz magas kondíciót hívni. Mert nálad a röfögő hívó, vedd elő. Ha görgővel tudsz... Nem tudok. Vonza a nőstényeket, azt írja. Hát tudod, mi a legnagyobb gáz. Hogy én nekem is a röfögő hívó. Nem. Itt... De nem, itt van a ház, visszaugrok, itt van 5 méterre a ház, fölveszem a röfögőhívót, meghívom neked a négyest, de csak tart szemmel őket. Fölveszem a röfögőhívót, meghívom neked magasra a négyest, aztán lesz a trófea a csarnokodva egy izé. Egy négyes. Akkor bementem a vadászházba. Ahelyett, hogy a kocsihoz. Arra vagyok kíváncsi, hogy a te kocsidból tudok-e fölvenni. És a te kocsidat is tudom használni egyébként. Tudod, hát tegnap előtt Istvánékkal, hogy játszottunk, ott is tudtam cserélni. El ne felejtjön, hogy a 8-as. Hát ez hány méterre vagy körülbelül? Nem vagy olyan messze. Most. iPanzer, hello, szia, köszi a követést. Micsoda, Panzer? iPanzer. iPanzer. Te jó fele megyek itt vagy valahol? Már nem látlak sehol. Látom a négy csillagos, 188 méterre van. Ja, most már látlak, most már meg vagy te is. És mi akkor ez elég a kisebb a 3-as puskával? Nem, mindenképp. Ez a monoblokkal, meg ez 4-es, az 5-ös azt hiszem ez is. Igen, mennek a nagy vadászatok, hogy ne mennének. Szeretünk vadászni. És éppen egy 4-es dán vadra fogunk menni. Csak skillezett hívó kell hozzá, úgyhogy kénytelen voltam visszamenni. De meg lesz az a 4-es dánva, türelemmel, hidegvérrel. Bevárjuk, megvárjuk, lejön lőtávolságra, biztonságos
nyugodtan lássuk. Viszont nekem 200 méter, hát kb. Odáig el kell mennem, mint te. És addig nem is kell elmennem. 170-re vagyok tőle. Akkor nem kell. De minden esetre azért elég közel megyek hozzá, hogy biztosan meg legyen hívva. Van vendégvadász. Igen, Tibi. Fölfedeztük egymás Facebook csoportba. És úgy döntöttük, hogy amit lehet közösen csinálni, azt csináljuk közösen. Hát elméletileg már megpróbálok magas kondícióra hívni, jó? Jó. Ez már jó, meg kéne kapcsolnom, mert a vadász azaz. 180-200. Úgyhogy a monoblokkal, mindenképp a monoblokkal. Azt, hogy milyen közelre hívjam, vagy milyen közel engeded, majd szólj. 50 méterig simán be cselke hívhatjuk. Szerintem jól. A lövésekkel nincsen gond, de kis technikai tanácsok kellettek, most más nem. Én nagyon bízom benne, meg lesz ez a 4-es bika, mert ezt már érdemes kirakni. Csak az lesz a cseles, ha jön mondjuk még egy 2-es is vele. Melyik jön elől? Nem olyan tapasztalt, mint én. Honnan tudod te, hogy én milyen tapasztalt vagyok? akkor... Megvan a 4 csillagos, 170 méter. Csak benn van a bokorba. Meg a fa. Akkor hívom. Hallottam történeteket. Ó, jaj. A madarak csiripelték? Aha, ott a fáknál jön, aha. Jön a bokrokra. 130 méter, ha kijön ide a tisztásra. Most van 131-re tőlem. Rád bízom, ha 50-ről 50-re a 100-ról 100-ról, csak a 0-0-t úgy állíts be, hogy körülbelül a környéken is legyen. Most van 120-ra. Hívjam még? Igen. Ott téged is a Facebook csoportból ismerhetlek? Vagy nem veled beszélt? Hát késő délután nem veled próbáltuk fölvenni a kapcsolatot? Nem ő vele. Nem? Most 95, várj meg, még följön a kis domb alól. Jöjjönök át a növényen, a növényzeten, az 90 méter. Hívjál rá, mert megállt. Mm-hmm. Lehajtotta a fejét. A szél az egész jó még. És egyre kevesebb, akkor viszont 50 méterre állítom. 50-re állítsd, és nagyjából 50 méterig le is fog sétálni, lehet akkor fog pont megállni. Tőlem még 73-ra van. Most megállok a hívással, és egy 50-0-val próbál meg. 10 méter ide-oda az nem fog osszani, szorozni. Nem gond, az az itt most megállt, úgyhogy itt a monoblok szemből is viszi, az vár meg, még felemeli a fejét. Ez az, szép volt. Ez köszönöm.
Ez helyszínen feküdt. Ja? Dömdám ki, nem ám eladod. Persze. Köszönöm szépen. Nincs a lehetőséget. Azt hiszem, ezt úgy olvassa a másik monitorról. Igen. Micsodám? Úgy olvasom a monitorról itt a dolgok. Amit csiripelnek a madarak, igen. Ja. Na hát ez egy fénykép lesz. Meg csinálj képet, amikor belépsz a... Hogy hívják be? A lőlapok részre. Az első kettőről, hogy a négy csillag, meg hogy... A második lapról. Aztán mehet is Facebook csoportba majd ki. Meg ide is kirakatod a Discordra. Ide is csak behúzod, bemásolod. Ha akarsz, írsz hozzá szöveget, ha akarsz, nem? Hány Panzer, árul már nekem, légy szíves a nevedet, vagy kávé, hogy honnan ismerjük egymást, hogy honnan, hol csiripelnek azok a madarak, amiket te hallasz. Facebook csoportba. Ez a kacsák nálunk hátul a tónál hápognak. Nem, csak nem azok voltak. Én a nagyon Facebook csoport. Lehet ott is. Ügyi! Hát szoktál ezzel játszani? Aktívan? Szép meséket hallottam. Az igen. Igen, az üveghegyen túlról, ahol a kurta farkú malac túr. Azt is lőttük ma malacot, kurta farkut. Ha gondolod, hogy Discord... Játszik a gyerek veled. Discord szerverre is föl tudsz jönni. Itt nyílt Discord meghívó van itt a csatornán. Ott a névjegyeknél megtalálod, ott ahol le van írva, hogy azt csinálok, amit akarok, ha kedved van, nézd, ha nincs, akkor ne nézd. Az mellett van egy Discord ikon, arra rákattintasz, aztán akkor be tudsz jönni, majd adok rangot, mert azon a szobán kívül, amivel belépsz, nem tudsz máshova menni. Na, azt mondja, az elsőt fényképezzem meg a... Másodikat. Harmadikat is, csak ugye az egyiken rajta van a trófeaérték, a másikon meg az adatok, hogy milyen szél, milyen időjárás, milyen... Hát akkor az elsőt... Meg a másodikat. Én ezt a kettőt szoktam. A többi az ma olyan adat, ami igazából nem érdekes senkinek sem. És az print screen-ben nyomjam, vagy az F12? Print screen. F12. Én azt használom. Aztán a Steam-en van, hogy képernyőmentések, és van olyan lemezen levők, akkor magára a lemezről már vagy áthúzásra, vagy másolásra be tudod rakni a Facebook csoportba is, meg a Discordra is. Mindegy, mind a kettővel lefényképeztem, az kész. Amúgy, ha apuka rosszalkodik, akkor ő a fiad? Igen. Ó, hát ez miért nem mondtad? Azért már kintett a bújjába, hogy most ő játszott igazából 16 éves, hogy ne árulja melyből, de majd ő el fogja árulni. Ja, aha. Így csöndben. Itt volt mellettem, hogy olyan. Ja. Huncutkodott. Ha valahogy nem működik az a link, akkor majd kapsz személyes meghívót. Ha ezen a néven vagy a Discordon is? Kettős keresztel? Márjál, itt van üzenet is, amit nem olvastam még el, lehet. Ja nem, itt van aha. És akkor F a preparálás. Így van. Nem engedi képet. Mi? Nem engedi. Nem. E, belé, F. Na most harmadjára. Az eladást azt másodjára szokta, de úgy látszik a preparálást. Hú, de megijedtem. Én nem is értettem volna, hogy miért nem. Mert akkor úgy csináljuk, hogy...